De akkor nézzük meg, hogy mi a teendő, amikor nincs ott. Ugye beszéltünk, vagy most kell, hogy beszéljünk a Igen. bélgyulladásokról, hogy mit okoz az, ha nincs epe? Ha nincs epe, nagyon sokféle problémát okozhat, ezzel kezdem sajnos. Méghozzá, mivel ezt oda teremtették, akkor az emésztő rendszerünk, a zsíremésztésünk, a zsírbontásunk nem úgy fog működni. Ha nem úgy működik a zsírbontásunk, akkor nem bontja fel a nagyméretű zsírszemcséket az epesav kisebbre, ami könnyebben feldolgozható. Emiatt sajnos rothadás útján bomlik le a zsír a belegbe, ami ugye ott elrontja a baktérium flórát, különösen a vastagbélbe, és akkor ott kezdődnek a SIBO, a colitis ulcerosa, az IBS, és akkor ezek járhatnak fájdalommal is, meg görcsökkel is, és akkor erre is jó a epe sav, hogy ezeket enyhíteni képes különben. Tehát az egyik gond azzal, hogy bélbetegségek keletkezhetnek. Most nagyon érdekes, mert a epeműtötteknek van egy hányada, aki azt mondja, hű, de jól vagyok, minden rendben van, és ez így is van. De a nagyobb résznél belépnek olyanok, hogy puffadás, székrekedés, jobboldali bordaív alatt sajgás, szúróérzés a lapockába, hasmenés, székrekedés, meg kivilágosodó széklet. És akkor ezzel lehet enyhíteni. Aztán a következő a bélbetegség, mert a reflux például. És tudjuk, hogy az milyen Nagyon, kellemetlen. igen, nagyon égő érzés, meg visszajön a sav, és akkor ennek a refluxnak az okai között lehet a nem megfelelő epeműködés is. Ezeket a refluxos problémákat, ami epeműködésre vezethető vissza, enyhíthetik az epesav tartalmú készítmények az esetek egy részébe, én most hadd nem mondjak százalékot. Hát jó, csodagyógyszer nincs, amikor azt mondjuk, hogy na ez mindenre jó, de Igen. nagyon sokat tud segíteni ezek Igen. szerint. És akkor az utolsó megemlítendő súlyos probléma az epeműtét utáni esetekben, hogy az epe ez egy lényegében egy epe hiányos állapot áll elő, akkor, mikor már nincs epe hólyag, epe hiányos. Az epe hiányos állapot az majdnem egyértelmű azonos az immunhiányos állapottal. Tehát az immunrendszerünk is legyengül. Fokozottabban érzékenyebbek leszünk a különböző fertőzésekre, hogy ha nem megfelelő az epe működés, és általában természetes epesav adagolással ezeket is lehet enyhíteni. Tehát magyarul különböző fertőzéses betegségek esetén használnak az epesavak.